A hét elején puccsal hatalomra került nigeri hunta több ezer támogatója tüntetett vasárnap a fővárosban, Franciaország niamei nagykövetsége előtt. A szimpatizánsok orosz zászlókat lengettek, az orosz elnök nevét skandálták, és elítélték az egykori gyarmatosító hatalmat. Emmanuel Macron kijelentette, hogy nem tűr semmilyen támadást Franciaország és érdekei ellen. Franciaország azonnali hatállyal felfüggeszti a Niger számára nyújtott fejlesztési és költségvetési támogatását, írta a Twitter üzenetében a francia külügyminiszter. A tüntetők megpróbáltak behatolni a francia nagykövetség épületébe. Azt szeretném üzenni az Európai Uniónak, az Afrikai Uniónak és a Nyugat-Afrikai Államok gazdasági közösségének, hogy kérem, ne avatkozzanak a mi dolgainkba, mondta az egyik tüntető. Az Afrikai Unió 15 napos ultimátumot adott a nigeri huntának, hogy állítsa vissza az ország demokratikusan megválasztott kormányát.